A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Jó estét kívánok, kedves nézőink! A múlt heti adásunkban Szoke Kelemen István azt mondta, hogy a jiu-jitsu és általában a harcművészetek gyakorlása egy társasjáték, mivel az ember nem képes saját magát megdobni, megrúgni vagy földhöz vágni. Kelemen Istvánnak tökéletesen igaza van. A bűnözés és a bűnüldözés is egy hasonló társasjáték. Kell hozzá bűnöző, aki tettével másoknak kárt okoz, és kell hozzá bűnüldöző, aki ez ellen fellép. A bűnözőknek tudniuk kell, hogy mindig lesznek az ellenük fellépők, amennyiben ebbe a társasjátékba belekezdenek. Tudniuk kell, hogy a bűnüldöző felkerekedik, és addig keres, addig megy a bűnöző után, amíg őt fel nem kutatja, kézre nem keríti, és át nem adja az igazságszolgáltatásnak. Tudniuk kell, hogy nem lesz nyugtuk, és előbb vagy utóbb, de biztosan veszíteni fognak. A bűnözés ellen fellépő bűnmegelőzés és bűnüldözés szinte egyidős az emberiséggel. Ugyanis jogos elvárása a társadalomnak, hogy annak lakosai félelem nélkül a lehető legnagyobb biztonságban élhessék mindennapjaikat. A közbiztonság fenntartásához pedig elengedhetetlen feltétel a megfelelő képzettséggel rendelkező olyan alakulatok szolgálati rendben való tartása, akik szükség esetén a közérdekében kivétel nélkül bármilyen jellegű bűncselekménnyel és azok elkövetőivel szemben hatékonyan és eredményesen tudnak fellépni. A Terror Elhárítási Központ is egy ilyen szervezetten működő bűnüldöző szervezet, ahol többek között a legbrutálisabb cselekményeket elkövetők kézrekerítése és a társadalomból való kiemelésük a feladat. Nem szabad elfelejteni, hogy ott is emberek dolgoznak, akiket a megfelelő feladatok elvégzésére meg kell tanítani és ki kell képezni. Ennek a feladatnak az elvégzését csak felelősségteljesen és a legmagasabb felkészültséggel lehet maradéktalanul teljesíteni. Mai műsorunk vendége Szoke Kelemen István, 10. dan és jiu-jitsu mester, aki többek között a Terror Elhárítási Központ vezető közelharc kiképzője is egyben. Jó estét kívánok, üdvözöllek, mester itt a stúdióban. Folytatnám veled a múltkori műsorunkat, hisz nem csak a jiu-jitsuban vagy egy nagyon nagy jártassággal bíró szakember, hanem többek között 5 éve most már a Terror Elhárítási Központ közelharc kiképzője is vagy. Erről nem sokan tudnak valószínűleg a társadalomban. Milyen érzés, hogy egy ilyen milyen megtiszteltetés, hogy ilyen szervezetnek te lehetsz a vezető kiképzője a közelharc tekintetében? Hát azt gondolom, hogy az a jiu-jitsu, amit én csinálok, amelyik egy közelharccentrikus jiu-jitsu, a szakmai értelemben a csúcsra ér akkor, amikor a legelittebb rendőri egységek kiképzésében vehet részt. Egyébként nem 5 évvel ezelőtt találkoztam életemben először terrorállító alakulattal, azért az elmúlt évtizedek során Magyarországon is, külföldön is oktattam ilyen alakulatokat arra a módszerre, amit én helyesnek tartok és alkalmazhatónak egy ilyen szervezetnek. Mekkora személy szerint a te felelősséged a kiképzés folyamán? De azt gondolom, hogy a tekben mindenki felelőssége az igen nagy, hiszen ahogy a főigazgató úr találóan mondta, hogy utánunk már nem jön senki, tehát mi vagy meg tudjuk oldani azt a feladatot, vagy a káosz következik. Ezért erre kell felkészíteni ezeket az embereket, harcosokat, úgy, hogy azért, ha lehet, a legkisebb sérüléssel járjon egy adott művelet végrehajtása, és a lehető leghatékonyabban sikerüljön azt a feladatot végrehajtani, mivel a törvény bennünket megbízott. Milyen emberi értékekkel kell rendelkezni egy kiképzőnek? Rajtad kívül vannak valószínűleg más kiképzők is, és főleg egy vezető kiképzőnek, aki harcra képezik ki a bevetésben résztvevő embereket. Főigazgató urat azt régről ismerem, nem privátként, hanem egy olyan időszakból, amikor szintén oktattam eztnek az alakulatnak az elődjének, az elődjének az elődjét, és ott gyakorolt rá olyan hatást az a kiképzési módszer, amit csináltunk, hogy úgy gondolta, hogy ha egyszer döntési helyzetbe kerül, akkor ismét szeretné, hogyha ez a rendszer lenne bevezetve. Azt gondolom azért, és erévén a közvetlen utasítás az úgy hangzott, hogy mindenképpen azt az erkölcsi és etikai normát azt be kell vinni a tekbe, ami mondjuk egy polgári jiu-jitsu klubban
egy polgári jiu-jitsu szervezetben létezik, tehát ez az alap, tehát ezt mindenképpen közvetíteni kell. Nyilvánvaló, hogy a hatékonyság, a célirányosság, a rövidebb kiképzési idő az módszertanban megváltoztatja a dolgokat egy polgári jiu-jitsuhoz képest, a felelősségét tekintve pedig azért a sokszorosa, hiszen itt azért emberéletek és sorsok múlhatnak egy rossz vagy egy jó mozdulaton. Nagyon sokat gondolkodtam azon, ami ott voltunk a múltkor, ugye a születésnapi rendezvényeden, és ott is említettem, de most is itt szeretném megragadni az alkalmat erre vonatkozóan, hogy én úgy érzem, hogy te többek között te is, és a kollégáid is, azok a szürke eminenciás szakemberek, akik lehet, hogy a közvetlen harcban nem vesznek részt, mert lehet, hogy miközben most itt ülsz velem a stúdióban, most is valamelyik osztagnak bevetésre kell mennie, de nagyon-nagyon nagy a felelősségetek arra vonatkozóan és abban a tekintetben, hogy milyen technikát fognak elsajátítani, hogyan fognak viselkedni a bevetés során, és gyakorlatilag hogy fognak onnan visszatérni. Hogy ezt a nézők is érzékeljék, és minden ember tudja érzékelni, hogy amikor elmennek ezek a fiúk, és ténylegesen az a feladatok, hogy a legelvetemültek, legbrutálisabb, és itt lehetne mondani, sajnos vannak az életben, ugye, példák, nem akarok itt most semmilyen példából élni, de olyan embereket kell kivenni a társadalomból, akik borzalmasabbnál borzalmasabb cselekményeket követnek el, hogy milyen felelősség mégis az, hogy ezt lehessen érzékeltetni, amikor kiképzitek ezeket a szakembereket, amikor harcba indulnak, és hogy nekik menniük kell, mert mese nincs, mert menni kell, valakinek el kell végezni ezt a feladatot. Hát igen, nekik ez a foglalkozásuk. Nem véletlen, hogy a tekbe ezeket a munkatársakat harcosokként szoktuk titulálni. Azt gondolom, hogy ugye nehéz dolguk van a kiképzőknek, de mégsem, hiszen itt motivált emberekről van szó. Tehát a motivációs szintnek az emelése az azért lényegében nem a kiképző feladata. Ide úgy jönnek az emberek, hogy ezt akarják csinálni a maga kockázatával, nehézségével, nagyon komoly fizikai és idegi tehertételével. Azt hiszem, hogy talán az, amit mi csinálunk a közelharc osztályon a tekben, nem egyedül csinálom. Kollégáim vannak többek között, például a Karacs Attila, a legendás K1-harcos a Magyarországnak. Egy olyan módszert találtunk ki, hogy a harc közben fellépő harci stressz nek a mintájára olyan magasra emeljük a stressz szintet kiképzés során, ami nagyon hajaz már arra, ami éles helyzetben van, hiszen csak azt fogja tudni megcsinálni a harcos, amit a kiképzés során megtanult. Onnan tud kártyát elővenni a kezéből, máshonnan nem. Ráadásul ez csapatmunka. Ugye itt nem arról van szó, hogy egyéni rambok rohangásznak szerte széjjel, és akkor valami nagyszerű dolgot csinálnak, hanem itt egy nagyon komoly csapatmunka folyik, amelyet nagyon össze kell gyakorolni, nagyon tudni kell, hogy a másik mit csinál, mit gondol, mit tesz. Nagyon nagy az egyéni felelősség és a csapatért való felelősség, és ennek a működtetése, működtetésének az a szegmense, amelyben nekem itt feladatom van a közelharc terén, az hasonló módon komoly felelősséget ró arra, aki arra vállalkozik, hogy ilyen embereket tanítson valamire. Tudható sajnos, hogy a különböző médiák részéről voltak olyan vélemények az elmúlt években, ahol inkább ilyen lejárató jelleggel próbálták a terrorelhárítási központot és annak munkáját bemutatni. Én hiszem és vallom, főleg a mostani világban, ahol élünk, ahol annyi erőszak van, és a globalizációnak köszönhetően, és a migrációnak köszönhetően bármi megtörténhet, az az ország, akit nem tart egy ilyen szervezetet megfelelő képzettsége szinten, szerintem az felelőtlen. Tehát ennek a szervezetnek meg kell mozdulnia bármikor, ha kap egy bejelentést, menni kell, és a feladatot végre kell hajtani. És erre vonatkozóan az lenne a kérdésem, el tudnátok azt képzelni, hogy azok a fiúk, akik bevetésre mennek, hát most nem tudtok megoldani a feladatot, az hazajövünk. Van ilyen? El tudnátok ezt képzelni? Hát ez a létező legnagyobb csődje lenne az én életemnek, aki egy kis csavar vagyok ebbe a gépezetbe. Hiszem, hogy mondjuk egy fontos kis csavar, de visszatérve arra, amit itt a felvezető kérdésedben mondtál, valóban így van. Egyébként, amikor a teknek a nem túl jó sajtója volt néhány helyen a kezdeti időszakban, amikor megalakult, például nem volt egy Charlie Hebdo merénylet, ami azért nagyon sok mindent átírt, hiszen egyszerre két időben volt fegyveres akciók
többfelé kellett menni az alakulatoknak, jól és rosszul csinálták, nem az én feladatom ennek az eldöntése, de egy biztos, hogy az látszott, hogy nagyon-nagyon sok embert vett igénybe. Tehát azok, akik úgy gondolták, hogy ez egy túlreprezentált alakulata, tehát túl sok ember van benne, az többek között ebben a párizsi események során megszámolhatta, hogy hány ember van, sokkal több, mint a hányan a tekben vagyunk, és ez csak két helyszín volt, és nincs arra garancia, hogy nem történik egy olyan bombamerénylet, mint annak idején a madridi volt, hogy egyáltalán ez a világ ma olyan, hogy védtelenül hagyni az államot és a polgárokat, az egy nagyon nagy vétek és nagyon nagy hiba. Én hiszem azt, hogy kicsit, ha visszamehetek a múltra, még a személyvédelemmel foglalkozó korszakomból te voltál az, aki engem tanított a személyvédelem csinyára, bínyára, és nem csak fizikális, hanem szellemileg is. Megtanítottad nekünk azt, hogy mindent észre kell venni, minden pillanatban ébernek kell lenni, és meg kell előznünk a cselekményt, tehát ki kell vonni a védett szemét a megfelelő szituációból. Ha a terrorelhárítási központ kap egy bejelentést, mindegy az, hogy honnan és kitől, el tudnád azt képzelni, hogy nem mozdul meg? Hát nem, többek között azért nem, mert a törvényi kötelezettsége az, hogy mozduljon, és ezek az emberek esküdtettek, amikor egyenruhát húztak, és lehet, hogy én egy nagyon kritikus kiképző vagyok, majdnem azt a szót mondtam megint, hogy tanár, mert én nagyon azonosulok azokkal, akiket oktatok, de én úgy gondolom, hogy nem ismerek itt olyan embert, aki megfutamodna egyet sem. Azok, akik az én kezem alatt vannak, már pedig mindenki ott van, én ezt a szituációt egyszer nem tudom elképzelni. És nem csak azért, mert a kiképzettségük, talán a felszereltségük is most már olyan szintű, ami eléri a nemzetközi normákat, hiszen azért hadd dicsekedjek el azzal, hogy mondjuk a terrorállítási központ a 27-8 európai tagállamot magában foglaló Atlasz nevű szervezetben, a SWAT és terrorállító alakulatokat magában foglaló Atlasz nevű szervezetben látja el a taktikai medicina képzést, illetve a közelharc képzést fogadtunk európai országokból szakembereket, akiket mi képeztünk tovább, és a legnagyobb tetszésükre, mert az a módszer, amit mi itt alkalmazunk, az olyan, amit ezek a harcosok tényleg az életben nap mint nap használni tudnak, és egy olyan eszközt kapnak a kezükbe, ami a munkájukat segíti. Ha már itt beszélgetünk erről, nagyon-nagyon fontos megemlíteni, az biztonság, és azért jó, amiben tudunk élni. Tehát amikor van egy bűnelkövető, van egy borzalmasabb cselekményt elköz, ezt valakinek el kell hozni, ki kell onnan emelni, hogy nem mehet ki a rendőri járőr, hogy kérem szépen tessék kifárad mondjuk a nádasból, és tessék föltenni a kezét. Tehát ezt is tudomásul kell venni, hogy ezeknek az embereknek pontosan az a feladatuk, és pontosan arra képezett ki te is többek között őket, hogy a megfelelő szituációban helyt tudjanak állni, és a biztonságot szavatolni tudják az egész ország lakossága számára. Ezt mindenképpen szerettem volna megjegyezni. Igen, de én amióta ezen a területen mozgolódok, mondjuk az elmúlt 3-3,5 évtizedben, azóta ez mindig valamilyen módon kérdés volt. Állandóan. Kell-e egy ilyen alakulat? Szükség van-e rá? Ez mekkora legyen? Ez a politikának a felelőssége, az ő hatásterülete eldönteni ezt. 5 ember csinálja, 50, 500, 5000, ez az ő dolguk. Ellenben egy dolgot nem lehet elvitatni, hogy mondjuk a 35 évvel ezelőtti világ politikai helyzet és a mostani szervezetbűnözés és terrorfenyegetettség szempontjából nem összehasonlítható. Tehát ezzel valamilyen módon lépést kell tartani, és én azt hiszem, hogy a TEK alkalmas arra, hogy ebben a lépéstartásban ne szenvedjen nagy hátrányokat, hanem körülbelül ott legyen az élem. István, mennyire elengedhetetlen, hogy egy bevetés után mindenki épp bőrrel jöjjön vissza? Hát én ugye civilként vagyok a TEK-ben, nem vagyok hivatásos. Ellenben régóta oktatok, és mint oktató mindig azt mondtam, hogy egyetlen foglalkozásba se szabad belehalni. Szóval a villanyszerelőt nem kéne, hogy megrázza az áram, a pék nem kéne, hogy beessen a kemencébe, a köműves fejére ne essen a tégla, a terrorelhárító harcos az meg, ahogy elment, úgy jöjjön haza, bőrrel egybe.
És én hagyd tegyem ezt hozzá, hogyha lehet, akiknek az elfogására parancsot kaptunk, ha lehet, azok is. És itt jön ki a szaktudás, hogy a lehető legkisebbre próbáljuk csökkenteni annak a lehetőségét, esélyét, hogy magában kárt tegyen ez az ember, esetleg bennünk kárt tegyen. Ugyanakkor azért kár kerülni azt a kérdést, hogy mondjuk a kertész foglalkozásnál azért ez egy kicsit nagyobb rizikót hordoz magával. Ez lett volna ugye a következő kérdésem, hogy egy feladat végrehajtása közben, amit nagyon-nagyon-nagyon figyelemre méltó, hogy arra is odafigyelnek a területi központ munkatársai, hogy az, akit el kell fogni, annak a testi épségére, életére és a legnagyobb odafigyeléssel is tekintettel legyenek. Hogy megértsék az emberek, miért nagyon fontos ez a fajta pszichológiai hozzáállás? Hát ez nem csak pszichológiai, nem törvényi. Tehát itt azért látni kell, hogy egy félre sikerült akciónál, ami nem nagyon szokott előfordulni az esetünkben, de játszunk el a gondolattal, a törvény előtt felelni kell mindazért, amit csinálunk. Hát ez nem úgy néz ki, hogy kimegy a laktanyából XY ember, és össze-vissza tör valakit, aki szemben van vele. Hát van ehhez megfelelő törvény, amelyik előírja, hogy mit lehet, mit nem. Milyen típusú ellenállásra, támadásra, miképpen reagálhatunk. Amúgy egyébként magukat, a harcosokat is foglalkoztatja ez a kérdés, hiszen senki nem szeretne mondjuk egy bevetés közben egy másik emberben maradandó károsodást okozni, csak azért, mert túlszaladt az adrenalin szintje, csak azért, mert képtelen volt jól megcsinálni valamit technikai értelemben. Tehát ezek a fiatal emberek, ezek azért megtanulták azt, hogy nagyon magas adrenalin szint mellett is teljesen kontrollálják, amit csinálnak. És ez rettenetesen sok kiképzési időn múlik. Minél több időt tudunk kiképzéssel tölteni, és itt nem csak a saját területemről beszélek, hiszen van itt még bőven egyéb terület, ami kiképzéssel foglalkozik. Ez az egyetlen lehetőség, ahol föl tudnak készülni arra, hogy kezelni tudják a legvadabb szituációkat is hideg fejjel és maximális szakmai hozzáértéssel. Szintén a következő kérdésem lett, hogy kicsit már te is, mint hogy beleláttál volna a lapjaimba, hogy mennyire fontos a hidegvér, a józan gondolkodás, a tisztánlátás bevetés közben még akkor is, ha az elkövetőről tudható, hogy tette társadalmat megbotránkoztató. És szintén tudnék mondani példákat, de nem szeretik. Azt gondolom, hogy Isten igazából ez hiteles akkor lenne, ha erre olyan ember válaszolna, aki bevetésekre jár. Én itt kiképzőként vagyok, nem egy olyan emberként, aki eljár a hivatásosokkal bűnözőket elfogni. Kezdjük a legelején. Egy rossz kiválasztás révén kerül egy ilyen alakulathoz, hogy az első nagy hiba. Tehát itt azért nagyon komoly hangsúlyt fektetünk a kiválasztásra, hogy ki az, aki ide kerülhet. Megint nem szeretném részletezni, hogy mi a kiválasztási metodika, de nagyon komoly. Pszichológiai, fizikai, nagyon tisztában kell lennünk az illető mentális és fizikai képességeivel, alkalmas egyáltalán erre a feladatra. Kiderül, hogy nagyjából igen, akkor átmegy egy procedúrán az illető, és kezdődik a komandós élete a sok-sok-sok-sok kiképzéssel, sok-sok olyan gyakorlással, gyakorlattal, amelyik nagyon-nagyon hasonlít arra, ami éles körülmények között rá vár. Nyilvánvaló, hogy az éles bevetés és a legéletszerűbb gyakorlat között azért van különbség. Tehát tapasztalt kollégák mellé kerülve előbb-utóbb ezt a kis különbséget is képes áthidalni rutinnal és gyakorlattal. A közelharc kiképzést illetően volt egy észvételem, amit itt szeretnék is veled átbeszélni. Megfigyeltem, hogy a technikai repertoárod az nagyon csodálatos és nagyon magas szintű. Ott volt egy kollégád, majd el fogom mondani a műsor után, aki azt mondta, hogy ha vele gyakorol, akkor olyan, mintha egy satuba lenne, nem tud megmozdulni. És elgondolkodtam, hogy néztem, hogy milyen technikai repertoárral gazdagítod a tanulókat, hogy nem véletlenül nem az van, hogy nem ütni és rúgni mondjuk egy bűnöző elfogás közben, hanem
megfelelő fogásokkal arra rákényszeríteni, hogy ő szépet tegye hátra a kezét, meg lehessen bilincselni és el lehessen fogni. Ugye ennek több oka van, egy nem lehet kárt tenni a bűnözőben, kettő pedig, hogyha valaki agyon van ütve, azt még cipelni is kell. De ahhoz, hogy ezeket a technikai elemeket végre lehessen hajtani, főleg egy bevadult, adott esetben bedrogozott, fegyverre rendelkező, és azt használni és akaró, és valószínűleg használni és fogó emberrel szemben, tényleg nagyon magas szinten kell ezeket a technikai elemeket betyakorolni, szinte művészi szinten kell tudni, hogy az működjön is az életben. Én jól látom? Így igaz. Kezdjük hátulról, szóval azért azt látni kell, hogy ha fegyvert használnak velünk szembe, ezek a fiúk nagyon jól bánnak a szolgálati fegyvereikkel, úgyhogy ez azért egy eléggé egyesélyes végkifejlet. Azt tegyük hozzá egy nemzetközi szinten. Nemzetközi szinten. Így igaz. Szóval ez az a pillanat, amikor a törvény ugye lehetőséget ad arra, hogy az intézkedő rendőr is fegyvert használjon. Abban az esetben, amikor közelharc van, ne is menjünk el nagyon bűnöző irányba. Például pszichés problémákkal küzdő ember, aki mondjuk még erre ivott is és drogozott is. Egy ilyen embernek az elfogása az egy civil számára nem is elképzelhető, hogy milyen nehézséget okoz. És úgy, hogy egy beteg embert nem lehet bántani. Azt nem lehet agyba főbe verni, rúgni, ütni, azt át kell adni az egészségügyi szolgálatnak egyben. És ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás. Erre az a jiu-jitsu technikák tucatja, amit ezek a urak elsajátítanak a szolgálati képzés alatt, az nagyon alkalmas. Ráadásul az én iskolám jellemzője a majdnem tökélyre fejlesztett precizitás az egyes technikák kivitelezésénél, hiszen ez feltétele annak, hogy nehogy maradandó kárt tegyünk valakiben. Egyébként, amikor megtörténnek ezek az elfogások, életben ugyanúgy tudják alkalmazni, mint gyakorlás közben ezek a srácok ezeket a technikákat? Hát most az az igazság, hogy ez egy nagyon kedvemre való kérdés, mert hogy eltelt az 5 év a tekben, ez az elmúlt 5 év, úgy nőtt a száma azoknak az elfogásoknak, amik néha olyanok, minthogyha a budóteremben gyakorolnám. Szóval egészen még az én számomra is ilyen meglepetésszerű volt, hogy már olyan szinten megy, mintha egy művi körülmények között gyakorolnánk. Hát nagyon hatékony. Egyébként érdemes belegondolni, valóban szó, hogyha nekem ez a technikai kivitelezés tényleg úgy sikerül, ahogy itt a kollégám említette, hogy eléggé hatékony, akkor el lehet gondolni, hogy nem egy 60 éves, hanem egy 30 éves ember. Nem egy 80 kilós, hanem egy 110 kilós ember csinálja. A törvényi felhatalmazása, azzal a felszerelés, ami rajta van, én nem hiszem, hogy bárkinek is lenne esélye. István, ilyenkor akár te, akár más kiképzők, nem érzitek-e úgy, hogy a sikeres bevetésben is benne vagytok? De, hogyne. Hiszen minden siker, ami sikerünk is, de az érdemes megfordítani, hogy ha valami nem sikerül tökéletesen, ezt még nem nevezem kudarcnak, csak nem sikerül tökéletesen, az legalább annyira problémás a számunkra, és az embernek saját magában kell keresni az okot és a hibát, hogy még tökéletesebbre tegyük legalább a módszertant, amivel oktatjuk ezeket a harcosokat. És nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, nagyon sok információt kaptunk meg tőled. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem vigyázzanak egymásra is, és saját munkra is, hogy ne legyen áldozat. A műsor támogatta a PTB Pajzs Kft. Önerőből lophatatlanná teszi autóját. A műsorvezetőt öltözteti a Vatis Corner, az elegáns férfi divatháza. A műsort a Max Taxi támogatta. Télen-nyáron mindig jó áron. Max Taxi.